Doktor úr, az Ánka TV-ben már több interjút is adott, mondta el véleményét a COVID-19 vírussal kapcsolatosan, nagyon sok nézője is volt ezeknek a felvételeknek, sőt, annyira felkeltette az érdeklődést a sok hasznos tanács, hogy még a helyi naplóban Őrsi Ágnes újságírónő is közzétette az ön által elmondottakat. Most miután a tanácsokat és a COVID természetét megismertük, nem csak a napi híradásokból, hanem ön által is a közvetlen környezetünkből, most azt szeretném megkérdezni, hogy most már a tanácsokon túl a fertőzöttséget, hogy ennek a területnek, ennek az orvosi körzetnek milyen volt a fertőzöttsége? Most már egy kis tapasztalattal ugye visszamenőleg is rendelkezik. Hát azt tudom mondani, hogy a praxisunkban is nagyon szépen követhető volt az országos történések. Hát a tavasszal lehetett érezni, ahogy fokozatosan emelkednek a betegszámok, aztán nyáron elvétve, sőt, talán egyetlen egy esetünk se volt, aztán ősszel ismét elkezdett emelkedni, most megint volt egy pici nyugalom, illetve most, hát egy pár hete ismét azt vettük észre, hogy újabb pozitív esetek vannak. Hát most körülbelül olyan 5-6 betegünk lehet, aki pozitív. Ez nem nagy szám, de ahhoz képest, hogy egy pár héttel ezelőtt még nem is volt beteg, ahhoz képest azért ez egy olyan tendenciát mutat, ami valószínűleg arra kell, hogy fölkészítsen bennünket, hogy itt egy pár hét múlva ismételten visszatérünk a őszi nagyobb betegszámhoz. Igen, úgy hallom, hogy ez az 5, abszolút értékben 5 fő, ez ugye úgy nem soknak tűnik, de mégis sok, hiszen ők is családba tartoznak, és ugye a kontaktok révén ez a szám nagyobb is lehet, meg azt úgy látom, hogy hozza az országos átlagot is, ugye a 10 millió lakoshoz viszonyított százalékszámokat, az ánkai kicsi egység az sem tér el az országos átlagtól. Hát és nem szabad elfelejteni, hogy ugye azt tudjuk, hogy a betegszámok exponenciálisan nőnek, hát ugye nyilván az elején van egy kicsit lomhább vírus terjedés, és akkor nyilván ugye, amikor ez elér egy bizonyos számot, egy 10-12, és akkor utána az el tudám indulni szépen, hogy egyre több fertőzött beteg van. Tehát igazándiból persze az 5 az nem sok, csak hát ugye az, hogy mondjuk ez egy hét leforgása alatt alakult ki, ez azért jelzi azt, amit még annak idején tavasszal beszéltünk, hogy azért ez tényleg olyasmi, mint a cunami előtt a csend. Tehát azért most azért lehet érezni, hogy valami történt ismételten. Hát a félelmeink ugye nem csitultak, ezt azért be kell, hogy lássuk, és be kell, hogy valljuk. És van segítség, végül is megjöttek az oltóanyagok. Hogyan részesült ebből Ánka? Négy héttel ezelőtt kezdtünk el oltani. Összesen 119 fő van beoltva zánk, illetve a praxisban, ugye a hét település foglal magába a praxis, így összesen 119 főt tudtunk leoltani, ebből 87-et itt az ánkai rendelőbe oltottunk, és 32 főt pedig oltóponton. Minden héten oltottunk Pfizerrel, ebből 3 alkalommal oltóponton, 1 alkalommal mi oltottunk itt. Ami most ugye egy nagyobb ugrás, ez mindig csak ilyen 6 fő, 10 fő, 8 fő. Egyedül a múlt héten volt egy nagyobb tétel, ugye ott 54 darab oltóanyagot kaptunk a kínai oltóanyagból. Azt itt helybe oltottuk be Zánkán, és 10 főt pedig beküldtünk oltópontra, Pfizeres oltóanyagot kapott, úgyhogy csak a múlt héten 64 főt oltottunk, ez ugye több, mint a fele. A összes többit pedig az előtt lévő 3 hétben. Tehát azért most ez egy jelentősebb szám, de hát ez még mindig kicsi. Hát ugye nekünk körülbelül 2000 kártyánk van, úgyhogy ez a 200 fő, ez a 119 fő, ez azért egy
ez még nem egy nagy szám. Igen, ez is hozza azért nagyjából az országos átlagot. Igen. Az átoltottság tekintetében. Milyen a fogadtatás az oltásoknak, amikor felhívják akik feliratkoztak, ugye regisztráltak, felhívják ezeket az embereket. Milyen a fogadtatás? Hát azért általában mindenki megörül, amikor értesítjük, hogy van lehetőség az oltást fölvenni. Én nem tapasztaltam, legalábbis a mi praxisunkban, én nem tapasztaltam olyat, hogy valaki csak azért, mert van egy tévképzete az egyes oltással kapcsolatosan, már oltóanyaggal kapcsolatosan, hogy ő neki csak ez kell, amaz nem kell. Én ilyennel nem azt mondom, hogy nem találkoztam, volt egy-egy eset, aki azt mondta, hogy ő inkább egy másik típusú oltóanyagról szeretné magát beoltatni. Nyilván ezt is tudomásul vesszük, de azért ez nagyon ritka, elvétve egy-egy eset. Én azt tudom mondani, hogy akinek szóltunk telefonon, azonnal, ha oltópontra kellett menni, akkor oda ment, ha ide kellett jönni, ide, örült neki. Hát ön számtalanszor hangsúlyozta, hogy vegyük vissza a tudatunkba azt, hogy ez védőoltás. Tehát, hogy szüksége van rá az embernek, hogy ezt megkapja, hogy valamilyen szinten védekezni tudjon ellene. Tehát ez nagyon jó, hogy ilyen a körzetben hozzáállás, és nem pedig amit hallani is lehet, hogy esetleg elutasítólag fogadnák. Mikor kapja a következő ilyen adagot, lehet-e már tudni az átoltottságra? nem tudom még. Valószínű a héten is fogunk kapni, de már csak abból is gondolom, hogy fogunk kapni, mert a 4 héttel ezelőtt adott oltásoknak majd most lenne ugye a második emlékeztető oltása. Erről még nincsen információm sajnos, de általában az eddigiekből okulva azt tapasztaltam, hogy olyan szerda magasságában kapjuk a jelzést, hogy csütörtökön kapunk oltóanyagot. Tehát ez meglehetősen nagy terhet róla az adminisztrációra is. Igen, meg hát ugye maga a betegellátással való összehangolása nem egyszerű. Tehát igazándiból nem a leterheltség a probléma, és én azt gondolom, hogy a házi orvosok nagy többsége, amit mondott, hogy azért lehet hallani mindenféle hangot. Mi házi orvosok nem feltétlenül a leterheltség miatt, panaszkodunk, hívjuk ezt panasznak, hanem amiatt, hogy egyszerűen nem, ez megbénítja a házi orvosi munkát. Nagyon fontos a védőoltás, csak hát azért gondoljon bele, hogy mondjuk az, hogy szerdán délután kapok egy információt, hogy megkapom az 54 darab oltóanyagot, meg akkor még oltópontra szervezzek össze embert, megcsináljuk, csak hát ugye ez a rendelést egy picit megakasztja. De Isten őriz, hogy panaszkodjak, tehát ez legyen a legnagyobb panaszunk. Mi eddig is, tehát a 54 embernek az oltását is nagyon szépen megszervezték az asszisztensnők, és egy nap alatt leoltottuk mind az 54 embert, úgyhogy jelentős fennakadás nincsen a mi praxisunkban. Ez nyilván ugye, amit elmondtam, inkább azokban a rendelőkben van, amelyikben több orvos dolgozik, egymást váltják a rendelőkbe. Ezt csak azért mondom el, hogy nyilván az ember, amikor hallja a híradásokban ezeket a dolgokat, akkor azért lássa a mögötte lévő problémát. Nálunk nincs ilyen gond. Azért a falusi praxis az sok előnnyel rendelkezik ilyen szituációkban, amikor mondjuk egy oltást kell megszervezni. Ez tényleg csodálatos és nem kis munkát igényelt, meg nagyon jó hozzáállást, nagyon pozitív hozzáállást igényelt. Most lehet-e tudni az védőoltásoknak a mellékhatásairól, hogy jelentkeztek-e ilyen problémával a betegek, vagy az oltott emberek? A 119 esetből egyetlen egy olyan volt, amire azt tudom mondani, hogy egy kicsit komolyabb mellékhatás volt. Egy ízületi gyulladás, idősebb betegnél jelentkezett. Igazándiból az összes többi az a várható oltási reakciónak megfelelő panasz volt.
tehát helyi fájdalom, kis levertség, kis ízületi fájdalom. Az az egy, ami ízületi gyulladás volt, az mondjuk egy gyógyszeres kezelést igénylő ízületi gyulladás volt. Én azt gondolom, hogy az betudható az oltásnak. Pár nap alatt elmúlt egyébként, amilyen hirtelen kialakult a betegnél, olyan hirtelen múlt el. Ezt tényleg mi is meg tudjuk erősíteni, hogy mellékhatás nélkül átvészeltük az oltást, gyakorlatilag majdnem fájdalom nélkül is nagyobb volt a rákészülés, meg a várakozás, és ennek az oltásnak a fogadása, annak az izgalmai, mint amit az oltás és utána kialakult helyzet okozott, gyakorlatilag nem okozott semmi problémát, elmondhatom, így nagyobb nyilvánosság előtt is. Korosztály tekintve, kik a regisztrálók, csak az idősebbek, vagy a 60 éven felüliek, vagy már jönnek a fiatalabbak is? Ugye központilag kapunk e-mailt, egy egyszerű Excel táblázatba kapjuk meg a regisztrált betegeknek a névsorát. Azon abból tudjuk meg az elérhetőséget is, tehát akkor a regisztrációkor megadott telefonszámon értesítjük ki a beteget, hogyha van lehetőség oltás felvételére. Jelenleg a 60 év fölöttieket oltjuk. Nyilván van olyan oltóanyag, aminél csak az életkor jelenleg, aminél csak az életkor számít. Van olyan, ahol az alapbetegséget is figyelembe vesszük, és akkor hát ennek megfelelően próbáljuk úgymond összeválogatni a beteget, ami egy elég hálátlan feladat. Tényleg mindenkitől csak egy kis türelmet és alázatos türelmet szeretnék kérni. Biztos tudom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azonnal regisztrált. Mindannyiunknak ugyanolyan fontos, hogy be legyen oltva, mert nyilván ugye a személyes kapcsolatok, a rokonokkal való találkozás, stb. Ez azért befolyásolhatja. De itt csak szintén azért mondom ezt el, hogy lássák a probléma mögötti okokat. Hát azért mi próbáljuk úgy összeválogatni a betegeket, hogy többfajta szempontot veszünk figyelembe. Nyilván az alapbetegségeket, azt, hogy ki milyen társadalmi munkát végez, hogyha ő kiesik akár betegség miatt, az milyen következménnyel jár a közösségre, vagy az ő élőhelyére, ahol ő dolgozik. Tehát sokfajta szempontot próbálunk mérlegelni, mikor összeválogatjuk a betegeket. Mindenki sorra fog kerülni. Itt most egy kicsit türelemmel kell lennie annak, aki még nem került sorra. Mindenki sorra fog kerülni. Hálátlan feladat összeválogatni egy 10 főből álló listát, egy 380 fős Excel táblázatból. Ezt szerintem mindenki átérezheti. Szándékosan nem tértem ki arra, ugye mindegy, valamennyien tudjuk, hogy jelenleg 5 féle védőoltás létezik itt Magyarországon, hogy melyiket kérik a betegek, illetve hogy ön melyiket ajánlja, hiszen ugye a nagy tévéből mindig azt halljuk, hogy mindegyik hatásos, tehát hogyha van vakcina, fogadjuk el. Erre nem egyértelmű választ lehet adni, ez nem egy eldöntendő kérdés, hogy jó vagy nem jó egy vakcina. Ez mindig attól függ, hogy kinek milyen alapbetegségei vannak. Van olyan gyógyszer, aminek a leíratában az szerepel, hogy csak olyan krónikus betegeknek adhatjuk be, akiknek stabil fázisban van a betegsége. Van olyan, amit mondjuk epilepsziásoknak, tehát ha mindig attól függ, hogy melyik oltóanyag a jó, úgymond, hogy ki kérdezi. Tehát hogyha mondjuk beletesszük a mérleg egyik serpenyőjébe azt a 100 halottat, meg a járványt, ami mondjuk napi szinten jellemző, és a másik serpenyőjébe pedig az oltási reakciókat, vagy esetleges szövődményeket, mellékhatásokat, akkor egyértelmű, hogy merre fog elbillenni ez a mérleg. A betegségnél mindegyik oltóanyag jobb. Ez is teljesen egyértelmű. Kérdőjelek természetesen vannak, mert nem régóta létezik az oltóanyag, meg hát még magának a vírusnak, a betegségnek a lefolyásával is még most
azért még most is ennyi időtávlatából is azért vannak olyan kérdőjeles pontok, amik még majd a jövőben kapnak választ. De én továbbra is azt tudom mondani, hogy mindegyik oltóanyagnak megvan a maga helye, ezért kell az orvos, hogy ezt eldöntse, hogy ki melyiket kaphatja. A betegségnél mindegyik jobb, és én nem javaslom azt, hogy különböző internetes, ilyen teljesen szakmaiatlan vélemények alapján döntse el valaki azt, hogy ő most melyik oltóanyagot szeretni, vagy egyáltalán fel akarja venni az oltást, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ha valaki ezbe döntést akar hozni, akkor kérdezze meg attól, aki ért hozzá, az orvostól nyilván, és azért érdemes elhinni egy szakembernek azt, amit mond. Ha az autónk rossz, akkor autószerelőhöz visszük el, ha védőoltásról van kérdésünk, akkor meg az orvosnak tegyük fel a kérdést, ne pedig ilyen internetes mókáknak, meg meséknek higgyünk. Köszönöm, hogy ezeket elmondta, és most más vizekre veznék, mégpedig az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térre. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek olyan egyértelmű, hogy amit most elmondtam ilyen hosszan, amit röviden ugye EST-nek hívunk, hogy mit jelent, erről mondaná valamit, hogy tudunk mi meg abból az információból, mint betegek, hát igen, mint betegek. Ugye ebbe az elektronikus térbe kerülnek fel a fölírt receptek, a különböző betegdokumentációk, laborvizsgálati eredmény, ultrahang, röntgen, tehát a különböző leleteink, egy zárójelentés, ha mondjuk kórházba fekszünk, egy ambuláns lap, ha szakrendelőbe vagyunk. Ezt mindenki, akinek van kormányablak, ugye? Igen, ügyfélkapu. Azaz, mindenkinek van ügyfélkapuja, az ezt meg tudja tenni, ott meg tudja ezeket az adatokat keresni, illetve hát nyilván a házi orvos a saját rendszerén keresztül látja ezeket a betegadatokat. Mi meg tudjuk nézni azt, hogy a beteg kiváltotta a gyógyszerét, meg tudjuk nézni a labor eredményeket, tehát nem, ugye régen az volt, hogy vissza kellett menni ugye a laborba az eredményért, ez most ugye ennyivel könnyebbség, hogy most mi meg tudjuk látni az eredményt, vagy mondjuk elkészül egy CT vizsgálat, aminek a lelete, vagy mondjuk egy szövettani vizsgálat egy daganatíros betegnél, azt a leletet mi le tudjuk tölteni ebből a szolgáltató térből. Gyógyító tevékenységet mindenképpen gyorsítja. Igen. Sőt, nekem, mint betegnek az információját is bővít, hiszen én is meg tudom nézni, hogy a gyógyszereimet felírták-e, sikerült-e felírni, mehetek-e a gyógyszertárba kiváltani, maradt-e benn kiváltatva a receptem. Illetve nem kell bejönni a receptet. És ez nagyon... Tehát állandóan szedett gyógyszereknél, ugye, ott... Ha látja az asszisztens, hogy megvolt a megfelelő vizit azért ugye közelmúltban, akkor van arra lehetőség, hogy azt akár telefonon keresztül is kérheti feliratni a beteg. És akkor ugye nyilván, hogyha ezt mi megtesszük, akkor csak annyi a dolga a betegnek, hogy bemegy egy patikába, és ott egy személyigazolvány, tajszám segítségével kiváltja. Tehát, hogyha tudjuk javasolni, akkor ezt az EST-t nézegesse, akinek erre lehetősége van, ügyfélkapon keresztül. Igen. Ugye egy napi témát szeretnék még hozni, hiszen ez is hallatszik a híradásokból, ez a praxis közösség. Merre fogunk tartozni, Füred felé vagy Tapolca felé? Ugye a jogszabály már megjelent erről. Járáson belül lehet praxis közösségeket létrehozni, és szomszéd településeknek. Ugye mi a mi praxisunk 4 füredi praxissal együtt benne volt a 3 generációval az egészségért programban, úgyhogy mi gyakorlatilag most már szűk egy éve csináljuk ezt a praxis közösség dolgot, úgyhogy nem ismeretlen számunkra a történet. Ami most változás az az, hogy ugye az egészségügyben most elindult egy bérrendezés. A bérrendezést a kórházi dolgozók, azok ugye nyilván bérként megkapták, őnekik a szerződésüket módosították, még ez sem egy teljesen kiforrott ügy, de,
de igazándiból a mai naptól gyakorlatilag mindenkinek ezt a szerződést alá kellett írnia. A házi orvosok részéről ez pedig úgy néz ki, hogy nyilván a bérrendezés kapcsán, a nagyszámú betöltetlen praxisok kapcsán fölmerült egy ilyen, ennek a szükségessége, hogy praxisok fogjanak össze, és együtt lássanak el bizonyos feladatokat. Ezek nyilván égető szükségessége ennek a dolognak ott volt, ahol régóta betöltetlen praxisok működnek. A mi esetünkben füredi járás, tehát mindenféleképpen Füredhöz fogunk tartozni, és itt még ugye az, ami még egy picit képlékeny, hogy mi maradhatunk-e a négy ugyanabban a felállásban, mivel ebben a pályázatban részt vettünk, mert ugye a jogszabályban az szerepel, hogy szomszéd települések azonos járásban, és ugye Balaton-Füred között még van egy pár település, tehát én azt gondolom, hogy majd ez is kiforja magát. Egyelőre annyi történt, hogy a mi praxisunk nyilatkozatot tett arról, hogy mi a szoros praxis közösségben szeretnénk részt venni, és ehhez majd össze fogunk fogni ugye házi orvosok, gyermekgyógyászok is ide tartoznak ugye a gyermekkörzetekkel, és a fogorvosok, tehát gyakorlatilag a teljes alapellátás. Majd mi meg fogjuk magunkat szervezni a jövőben. De ez nem zárja ki azt, hogy ahogyan eddig is ugye milyen határmenti település vagyunk, Zánkó, hogy Füredhez is megyünk orvosi rendelésre, meg Tapolcára, meg még jobban. Hát továbbra is mehetünk-e oda? Ez, a legjobb tudomásom szerint ez egyelőre a szakrendelő kórház dolgokat nem érinti. Hát ugye mi, amit mondott, ugye határ vagyunk, ugye a mi szempontunkban ez azt jelenti, hogy továbbra is Balatonfüred központi ügyelet, Tapolca szakrendelők, Veszprém kórház háromszögben kell megtalálni magunkat. Igen. Hosszú időszak alatt megtanultuk mi ezt, hogy hol van a rend, és merre induljunk, hogyha a problémánk van. Igen. Doktor úr, ezzel kapcsolatban már csak egy kérdésem van, ugye ma kellett aláírni, azt tett már említést, a közalkalmazotti jogviszony és az egészségügyi szolgálati jogviszony között, hogy elfogadják-e az utóbbit. Önök elfogadták-e? Én más tészta, vagy ezt mondtam, hogy ugye akik közalkalmazottak voltak, van egy-kettő ilyen házi orvos, őnáluk ez kérdés volt. Én nálam azért nem kérdés, mert én nekem ugye cég üzemelteti úgymond a praxis, tehát én vállalkozásban csinálom ezt a tevékenységet. Én maradtam továbbra is vállalkozó, és egy állam által adott praxis finanszírozásból gazdálkodunk a praxisban. Ezt tette, ugye a mi esetünkben más a kérdés, a mi esetünkben az a kérdés, hogy a bérrendezés az ugye egy plusz feladattal a praxis közösségekre még egyébként nem teljesen meghatározott feladatokkal lett összevonva. Én azt gondolom, hogy ez előrelépés, tehát ez biztos vagyok benne, hogy ez a betegellátás szempontjából ez egy jó dolog. Csak hát még most nagyon elején vagyunk ennek az egésznek. Egyelőre a házi orvosok esetében ez a dolog ott tart, hogy nyilatkozatot tettünk arról, hogy nem akarunk csinálni semmit, hogy akarunk csinálni azon belül egy úgynevezett kollegiális praxis közösséget, ami plusz feladatokat von majd maga után, vagy pedig egy szoros praxis közösséget tervezünk, ami pedig amellett, hogy plusz feladatokat látunk el, lehetőséget fog biztosítani különböző pályázatokra. Benyújtás. Ezek lehetnek nyilván állami vagy Európai Uniós pályázatok, de különböző pályázatok benyújtása és abban való részvétele. Mi, az én praxisom, én arról nyilatkoztam, hogy én a szoros praxis közösségbe szeretnék részt venni, tehát nyilvánvaló, hogy ez többletmunkával fog járni. Én azt gondolom, hogy ez fog majd nekünk adni pályázati lehetőségeket, akár eszközfejlesztés, akár valamilyen szűrő tevékenység, mint ami volt a három generációs pályázat is. Ugye ott tartottunk
szűrőnapot, az Ánka TV is kint volt, csináltunk kardiovaszkulár, ilyen szívérrendszeri szűrővizsgálatot, annak keretén belül szereztünk be egy Bokakar Index mérőt, ez gyakorlatilag az érszűkületet becsli, vizsgálja a betegbe, és hogyha van eltérés, akkor nyilván küldjük további vizsgálatokra a betegeket. Végeztünk demencia szűrést, ritmuszavar szűrést, tehát ez egy komoly munka volt, tehát leszűrtünk összesen 2000 eset történt, 2000 szűrő tevékenység, nem és körülbelül a praxisnak a felét, tehát majd 1000 embert leszűrtünk. Azért ezek nem semmi számok, fél év alatt. Én a fejlődést láttam ebbe az irányba, mindenképpen a fejlődést. És úgy, mint betegnek, csak jobb lehet az elkövetkező időben ezek az átszervezések, amik várhatóak az egészségügyben. Én is így gondolom. És ugye azt meg nagyon várjuk, hogy az oltási arány növekedjen, hogy minél nagyobb legyen a biztonságunk. Köszönöm szépen az összes tanácsát. Amikor egy nagyobb fejlődés lesz ebben a tekintetben, akkor jövünk ismét, megkérdezzük, milyen az átoltottság, hogy fogadták a betegek. Köszönöm az elmondottakat. Én is köszönöm. Minden jót.